Sziasztok! Rambó vagyok a Raptoroktól. Sokszor előfordul az egy játék során, hogy szorult helyzetbe kerül a csapat. Ilyenkor mindig szükség van egy jó támogatóra. De mi is tesz egy támogatót igazán támogatóvá? Hát egy jó dobtár. Szóval ez a fajta dobtár alkákhoz lett kitalálva, és körülbelül 3500-4000 BB fér bele. Elektromosan hajtja meg a rendszer. Láthatjátok, itt van egy kis gomb, hogyha megnyom az ember, akkor fogja a BB-t feltekerni. Az újabb modell BattleX-nél már aksival működik, aksis töltéses rendszer van, valamint ez a kis gomb már sokkal kisebb. Illetve vannak olyan gyártmányok is, ahol nem gombnyomásra tekerődik fel a BB, hanem hanghatásra, van egy rendszer, ami érzékeli a hobbábnak a csattanását, és elkezdi automatikusan tölteni a BB-t felfelé. Ennek az a hátránya, hogy az első 2-3 lövéskor nem fog semmi kikerülni a csőből, mert elkezdi tekerni a rendszer, ezért jobb a hagyományos régi nyomógombos verzió, mivel ilyenkor biztosan mindig lesz BB a tárban. Most nézzük meg kicsit belülről a szerkezetét. A BattleX dobtárnál, mint az előbb láthattátok, ezzel a kis gombbal lehet föltekerni a BB-t. Úgyhogy nézzük is, hogy hogyan illeszkedik bele az AK replikákba. Figyelni kell rá, hogy nem mindig tud jól beilleszkedni a tár, ezért egy kicsit mindig rá kell feszíteni, hogy biztosan bekattanjon. És onnantól kezdve pedig már kitűnően fog működni. Kicsit rá kell nyomni. Játék közben is jól lehet használni, ugyanis a markolattól nincsen messze a nyomógomb, úgyhogy ha úgy látjuk, hogy kezd kifogyni, akkor csak rá kell nyomni, egy kicsit úgy feltekerje, és már lehet is használni. Maga a működési elv ugyanolyan, mint a HiCap táraké, annyi különbséggel, hogy itt nem te tekered fel a tárat, hanem egy elektromos rendszer végzi ezt. Ennyi lett volna a dobtáras bemutatónk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő részben.